Indulnak a Tiszára összegyűjteni a felgyülemlett hulladékot a Kanizsa cserkész csapat tagjai. Június 20-án idén is megszervezték a környezetvédelmi napot, és csapatokban takarították a környéket. Ezen a szombaton mintegy 60 cserkész vett részt az akcióban, és végigjárták a töltést, a Tiszapartot, a Tiszavirágösvényt, a legnagyobbak vezetésével pedig kenukkal vízre is szálltak szemetet gyűjteni. Úgy döntöttünk a vezetőségben, hogy próbálunk egy ilyen hagyományt teremteni, hogy tisztábbá tudjuk tenni a környezetünket, ahol élünk, ahol fölnőnek a gyerekeink, és remélem, hogy látszata is van ennek az akciónak. Hiába voltak sokan, mindenhol temérdek, eldobált szemetet, hulladékot találtak a cserkészek. Szedtük a szemetet, zsákokkal és kesztyűkkel mentünk mindenfelé. Mi ugye mentünk a Tiszavirágösvényen, és ott végig nagyon sok volt. Az elején nem olyan sok, de közben már találtunk ruhadarabokat is, meg mindenféle dolgot. Főleg úgy gondoljuk, hogy a menekültek hagyták, ilyen fogkrém, fogkefe, rengeteg volt. A tiszai hulladékgyűjtés nehezebb volt, ott az idősebbek irányították a kenukat, a kisebbek pedig segítettek összegyűjteni a part mentén felhalmozódott szemetet. A cserkészek végigjárták a folyópartot, és egészen a Nagymólóig végigpásztázták a partmenti sávot. A cserkészek egyik feladata a környezet, a természetvédelme, és annak tiszteletére nevelik az idősebbek a kisebbeket. Fontos fenntartani ezt az eszmét, hát idestova 63 éve létezik a csapat Kanizsán, és reméljük, hogy minél tovább fent tudjuk tartani ezt a mozgalmat. Próbáljuk a gyerekeket úgymond kirobbantani a szobából, tehát ebből a számítógép rendszerből. Amivel itt megismerkedhetnek, az maga a természet, tehát a természetben való tájékozódás, mozgás és fűben fában orvosság, úgy szokták mondani. A cserkész csapat idén is megszervezi a hagyományos kistábort a vízitelepen, de az egyéb tevékenységek mellett még evezős iskolát is tartanak majd. A cserkészek minden érdeklődőt örömmel várnak soraikba.